Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkire ezzel a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk reggel van, egész pontosan. Már majdnem 9 óra lesz, 20 perc múlva 9, korán keltem, ugyanis a Davis 5 órakor kelt, felképzeld el. Aztán utána visszautam egy picit, na mindegy, igen, fáradt a fejem. A Lukas jelenleg reggelizik, szervusz, na mindegy, mit teszel? Olyan palacsintás valamit, látod? A Davis az meg, szervusz, játszik az új. Szervusz, játszik az új rollerjával, amit a Mikulás... Mit? Yes, from Christmas. Karácsonyra kapta, és rettentően szereti. Amúgy ez az év, hiszen vagy nem, így az év vége rettentően... Nem az, hogy nem jó, de nagyon sok olyan dolog történik, ami nem jó. A címből most már lehet, hogy tudjátok, de úgy néz ki, hogy nem úgy néz ki, elképzelhető, hogy az autó totál, ugye az autóm, amit minden nap vezetek, és képzeld el, múltkor jött egy ilyen rettentő nagy vihar, és olyan gyorsan jött, hogy ekkora jegek estek, és összetörte az egész autót. Úgy törte össze, hogy mutattok róla a felvételt, hogy hogy néz ki. Így néz ki az autó, rettentő sok ilyen kis pöty van rajta, és rettentően nem vagyok boldog. A biztosító, ugye bejelentettem a biztosítók, mert van biztosításom, tehát meg fogja csinálni a biztosítók, nem a biztosító, de valaki meg fogja csinálni, ugye a biztosítón keresztül, hogy ha meg lehet csinálni. Na várjál, bejöttem ide hátulra, mint egy kicsit csendül van. Hogyha meg lehet csinálni, ugyanis hogyha túl sokba kerül, akkor a biztosító nem csinálja meg, nem leírják az autót, és kapok egy új autót, végülis nem kapom meg az autót, egy új autót, de kifizetik ugye az autónak az értékét, és nem lesz autóm ilyen autó. Ami azért vagyok nem boldog, ugye ez az autó, az utolsó autó, azért vásároltam meg, mert ilyen autót többet nem gyártanak. Amikor megvásároltam, nagyon nehéz volt találni, ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen ritka autó, ez az utolsó, ebből többet nem gyártanak az életben sohasem. Beszűnt a gyártása, és összetörött, rettentően vigyázok az autóimra, 2 héttel ezelőtt ugye nekimentek. Akkor is lehetetlenül mérges voltam, de most meg még mérgesebb vagyok, mert az egész autó, a teteje, az eleje, a minden össze van törve. Nem annyira lehet látni, hogyha így ránézel, de amint közelebb mész, lehet látni az egész autót. És megpróbálják biztos, nem tudom mit csinálni, vagy kicserélik a motorháztetőt, vagy megpróbálják kihúzkodni, nem tudom, hogy ki tudják húzni, vagy nem tudom, hogy csinálják meg, de a tetejét nem tudom. Na mindegy, úgyhogy mérges vagyok. Ahogy ez most történt egy pár nappal ezelőtt, mikor volt a vihar, most már majdnem, hogy egy hete. És na ugye. Tehát ez az év vége, ilyen minden összejön. A Davis képzeld el, megint megbetegedett, megint belázasodott, és na mindegy. De van jó hírem is, most megyünk a vízre, csak én meg apukám, ugyanis a múltkor apukám épített egy ilyen kajakhajót, ezt a csónakot, aztán átalakította egyesnek, hogy könnyebb legyen levinni a vízre, úgyhogy azt fogjuk ma levinni és kipróbálni, én valószínű, hogy kivisszem a hajót is, megyek majd mellette, aztán megnézzük, hogy úszik, biztos, hogy úszni fog, mert ez ilyen, majd mindent megmutatom, hogy néz ki, csak várom apukámat, hogy megjön, és megyünk a vízre. Megérkezett közben apukám, úgyhogy húzom a sapkámat, meg mindenemet. Amúgy a kamerán nem hiszem, hogy lehetett látni rendesen, hogy mennyire meg van verve az autó, de hidd el nekem, hogyha megnézed élőbe, rettentő sok forralt, ilyen kis pici behorpadás mindenhol. És na mindegy. Úgyhogy menjünk, és élvezzük a mai napot. Húzzuk a szemegemet. Aztán majd meglátjuk, amíg az autót kell vinnem, nem tudom mikor, még nem szóltak ugye az ünnepek miatt, meg azt mondták, hogy rettentő sok a munkájuk, mert nagyon sok autót megvert a jég. És ameddig nem nézik meg, addig nem tudom, hogy mi lesz az autóval, vagy leírják-e, ugye, hogy ennyi volt neki, vagy megcsinálják, és nem tudom, nem mindegy. Hogy talán egy hét vagy két pár héten belül megtudom, hogy mi lesz, vagy hogy csinálják meg. Bár, hogyha megcsinálják, nem tudom, hogy tökéletes, szerintem akkor se lesz sohasem. Na mindegy, na menjük. Megérkeztünk! Itt van a kajak, mutatom fönt itt az autónak a tetején. Ez most ilyen egyes lesz, oda megy hátulra a motor, amit mindjárt kiveszünk, csak megvan a motor, látod? Ezt le kell venni a tetejéről, ma az autónak tetejére raktuk. És ugyanis sok ember van ki, ugye az ünnepek miatt nem lehet nagyon megállni, azért gondoltam, hogy nem húzzuk az utánfutót. Bár de pont most befért volna. Na mindegy, lekötözzük, aztán lemegyünk ide. Ugyanoda erre a helyre, ahol múltkor levittük. Rettentő sok ember van ki, képzeld el a vizen. Mindenki jetskizik, hajózik, úszik, strandol. És még mindig 9 óra múlott. 9 óra 25 perc van. Na nézzük már, még csak egy ember van. Tegnap ez itt tele volt délután. Majd most kezdenek ugye kijönni az emberek.
ilyen délután, de a víz már tele van. Na mindegy, úgyhogy most elmegyünk, lerakjuk, aztán besétálok vissza a hajóért, és kijövök. Aztán megyek apukám mellett megint, hát olyan süllyed. Na, lejöttünk a part, levettük az autóról, és itt a kajak. Ilyen egyes, egy ember ráfér oda előre. Hátul a motor, hogy látjátok, és ezzel a zsinóra rá lesz kötve a motornak a hátuljára oda. Ugye rá lesz szakaszva. És ott ez a kötél oda megy előre, és apukám ott tudja húzogatni a kezével. Tehát ha jobbra húzza, akkor ugye úgy fordul, amerre húzza, attól, hogy hozza, úgy fog fordulni. Ja, most megtöltjük benzinnel, itt a Jackie. Én meg visszamegyek, és felveszem a hajót. Hoztunk benzint. Ugyanis elfelejtettük otthon megtölteni. Hoztam a kis táskámat is. Benne van mindenféle fajta hajós dolog, ugye? Amúgy elég meleg van megint. Na, apukám próbálkozik. Megnézzük, hogy elmegye vagy nem. Aztán lassan elsétálok én is a hajóhoz. És majd itt valahol találkozok vele. Na, a motor a vízbe. Na, nem tudom, mennyit lehetett látni, mert ennyit nem, de apukám belefordult a vízbe, ugyanis a súlyelosztás nem jó a kajakon. Ugye a motor hátul van, és amint felült, jött egy kisebb hullám, még rá se ült, de beleesett. Úgyhogy a motor most majd valószínűleg ki kell szállítani, mert ugye bement a víz alá. Próbáltam filmezni, és a kamera a kezembe volt, nem tudom, hogy mennyit filmeztem. Utána ugye próbáltam neki segíteni kihozni. Jelenleg levettük róla a motort, és itt kajakozik mögöttem. Éppen is kajakozik, húzom magam után ezen a kötélen, meg próbál kajakozni, aztán majd valahol leengedem. Kimegyünk ide, nyíltott a víz, de nem tudom, hogy merre megyünk el, valószínű, hogy arra felel, megnézzük a delfineket, hát kint vannak. Általában mindig kint vannak, bár amikor le akarom filmezni, vagy valakinek meg akarom mutatni a delfineket, sosem látunk. Amikor nem akarsz delfint látni, akkor mindenhol tele van. Na minden, úgyhogy valamerre itt elmegyünk, ezen a kajak ötletem meg majd apukám még gondolkozik. Valamit ki kell rakni két oldalra, ilyen lábat talán, vagy valamit, hogy ugye stabilabb legyen. Na minden, ma meglátjuk. Úgyhogy én most húzom apukámat, meg közben nézem a hajókat, mert rettentő sokan vannak, és nagyok lesznek a hullámok. Mert kicsit odalépünk neki, megnézzük, hogy apukám hogy tud menni a nagy hullámokba, és mekkorát fog belásni. Várjál, megvárjuk meg, itt elmennek ezek a hajók, aztán odalépünk neki. Emelkedik a vízbe egész rendesen. Na, kicsit gyorsabban. Egyes gázzal le akarok menni, hát a felfordul. Na, megálltunk egyet. Apukám az ottan elkajakozott, oda a szigetre. És sokan vannak ilyen karácsony környékén, karácsony, nem volt már karácsony, szilveszter környékén, az ünnepek környékén rettentő sokan vannak. Nézd, itt egy hajó, levontak a hajó, csónak. Úgyhogy delfin nem láttunk még. Ahogy mondtam, akkor akkor majd apukám valamit csinál két oldalra, ilyen katamarát vagy ugye, hogy hívják. Hogy ne buruljunk fel, és belerakta, aztán hopp, felburult és lement a vízre. Úgyhogy a motort, hogyha belement a víz, már lehet, hogy nem ment benne, mert nem volt benne több, mint 3-4 másodpercet. De hogy belemegy a víz, ugye ki kell szárítani, tehát nem vészes, ki kell tisztítani a karburátort, meg a benzint ugye ki kell bele dobni, bár szerintem a víz nem ment bele a benzinet, mert ugye le van zárva. De na mindjárt, én most kiszállok, már lehet, hogy nem szállok, mert apukám itt hagyott. Ugye csak akartam egy pár fényképet csinálni a hajóról így kívülről, meg akartam valamit inni, meg enni, ugyanis nem nagyon reggeliztem, még 10 óra 30 lesz, nem sokára 5 perc múlva. Apukám a vízben van, kamerát rosszul kapcsoltam már be, pont késő volt, belefordult, nem is volt rajta motor. Na mi van, nem tudsz rámászni, rá tudsz? Nem tudsz rámászni. Apukám bükti magát, meleg van. Meg vagy? Kell törölköző? Kell törölköző? Biztos? Na gyere közelebb. Most én jövök, rá akarok mászni, ugyanis ki akarok én is menni a partra. Én csak a hajót nem akarom odakötni, ugye. Na figyelj, most én jövök, csak benne a telefon a zsebemben. Ne ujjáljál bele! Na kijebb jöttem. Azt hiszem, hogy fennakadt, de majd talán letoljuk róla. De még nem olyan túl nehéz a hajó. Megpróbálok itt az elején leugrani. Elég kicsi a víz. Másod. Aztán... Meg vagyunk. Csinálok egy pár fényképet a hajóról. Apukám is megjött.
aztán bejártoljuk, mert ott a horgony a víz alatt, látod? Na, készítettünk egy pár fényképet, hogy jön felfelé a víz, mutatom. Az előbb itt egy kicsit lejjebb volt, ugye jön felfelé. Itt a horgásznak sokan kimaradt az a felén főleg. Meg sok turista van mindenfelé, nézd, ott kajakoznak visszafele. Úgyhogy most kicsit lehűtjük magunkat, apukám már egyszer beleesett, most belült még egyszer a vízbe. Te, majd már is meleget mondtak. Apukám úszik. Szervusz! Amúgy akarok gyorsan válaszolni egy kérdést, hogy is többen szoktátok kérdezni. Jó, a kamerám. Többen szoktátok kérdezni, hogy miért megyünk mi bele a vízbe mindig ruhásan. Ez vízi ruha, tehát ez nem rendes ruha, ez ilyen vízi ruha. Ez azért van, hogy ne égjen le a bőrünk, ugye megvédjen minket a naptól, a bőrráktól. Amúgy most is be vagyok keve, mindenki be van keve, ugye ilyen naptájjal, vagy olajjal, vagy minek hívják. Ugye, hogy ne égjen le nagyon, így is leégsz, de kell venni ilyen, ez kimondottan arra van, hogy ne menjen át rajta ugye a napsugár, és ne égjen le a bőröd, mert nagyon nem tesz jót. Ugye bőrrákot kaphatsz, meg nagyon fáj, ha leégsz. Úgyhogy ez azért van mindenki, nem csak rajtunk, kivéve a turistákon. Turisták általában nincsen rajtuk ilyen semmi, csak ilyen kis bugyi, vagy kis gatya, aztán úgy napoznak mindenhol, ami rettentően veszélyes. Na mindegy, na apukám végzett, nagyon jót húztál. Akkor jó. Eljártunk horgászni, átjöttünk ide a túloldalra. Apukám ott horgászik, valahol, arrafele. És én meg nem tudom, mit csinálok. Csináltam egy pár fényképet a hajóról, lehet, hogy még csinálok, ugyanis lehet, hogy el fogom adni. Nem lehet, biztos, hogy el fogom adni. Ugye minden hajót eladok, és úgy döntöttem, hogy eljött ez az idő, nem sokára, hogy ezt a hajót is el fogom adni. Nem hisz, hogy egy-két napon belül, tehát még akkor egy az ünnepek között meg akarom tartani, de az ünnepek után lehet, hogy felteszem, mondjuk egy eladásra, és veszek egy másikat, egy nagyobbat, egy olyat, ami az álmom, ugye. Tehát mindig akartam ilyen vitorlás hajót. De azért vettük egy ilyen kicsit, először ugye megnézzük, hogy bírja a család. A család egész jól bírja, ugye úgy döntöttünk, hogy keressünk egy nagyobbat, ami nekünk megfelel. Biztos nem lesz könnyű, és nagyon válogatós vagyok, ugye ahogy tudjátok, de meg fog vele próbálkozni. Úgyhogy a más nem jövő nyárra, na minden. Úgyhogy eladom, nem tudom mikor, de szerintem egy héten belül felteszem, vagy kettő, és majd meglátjuk. Na minden, ugye kiugrok ide apukámhoz addig, és itt elég kicsi a víz. Aztán nézzük, hát ha fog valamit a pecaboton kívül. Ami mindenkinek meg szeretném köszönni a sok hozzászólás, ugye mondtátok, hogy hogyan kell pecázni, horgászni. Nem sokat értettem belőle, amit mondtatok, de innen van, megpróbálkozok vele. Azt hiszem, hogy meg kell majd tisztítani az olaját. Most lehet, nem veszem ki a vízből, hanem csak lebukok a vízre, aztán megtörölgetem. Ilyen minden két-három hetente meg szoktam csinálni, amiket itt csak egyszer csináltam meg, úgyhogy nem kérhetette. De majd kiveszem a vízbe, vagy lebukok megint alája. Na, apukám, aztán nem fogod semmit. Nézd, ott is jöttek horgászni. Igen, fogtál valamit? Nem? Mi a baj? Halott, te oda kell rakni. Hát hova? Halott kell oda tenni, a halott följebb kell rakni. Igen. Hát ki csinált ezt a szeleléket? Hát én. Nem baj. Harap a hal, úgyis harap a hal, nem? Hát jó, én nem tudom. Na, fél órával később még mindig nem fogtunk semmit. Apukám még mindig dobálózik. De így, ha vannak halak, ilyen pici halak. Csak ugye nem pici arra horgász, ilyen mütyűrhalak vannak, ilyen ekkorák körülbelül. Mindjárt megpróbálom mutatni. Jövök mögötted, hogy megdobja. Hol vannak azok a pici halak? Na, mit fogtunk? Valami szőszmeszt. Hínált. Na, dobja apukám megint. Figyelj. Bum. Csak az olyan sose fogunk semmit. Ja, ott jön egy nagy ilyen ház, hajó. Ott a vitorlás. Na, az szép, látod? Nekem azt tetszik. Na mindegy, visszasétálunk a csónakhoz, vagy a hajóhoz. Aztán megnézem, hogy mennyire jön le. Hoztam ilyen... mi ez? Amivel csinálod az edényeket, ezzel tisztítom az alját a hajónak általában. Ilyen meg... mintha az edényt ugye legpucolgatnád. Aztán néha át szoktam takarítani ilyen sima ruhából. Várjál, nézzük, hogy jön le. Ilyen. Lehet látni azt a zöldet, látod?
ilyen, és hogyha megtakarítom, figyelj, akkor lejön róla. Tehát nem olyan vészes, látod, szépen meg kell is sikálni, és szép fehér lesz. Addig kell megcsinálni, ilyen még az a sok fagyló nem ül rá, mert ha ráül, akkor utána kell hozni ezt a valamit, amivel le kell az egészet kaparni. Na minden, most itt kapargatok, törölgetek egyet, aztán ahhoz, hogy megyünk majd hazafelé nem sokára, ugyanis nem sokára, dél van nem sokára. És hazaérkeztem. Na szervusz, Lukasz. Na milyen hiszed? Semmi. Mit csináltál itt, ha semmit tettél? Semmi. Ebédeltél? Hm? Ebédeltél? Jó. Akkor jó. Itt a sapkám, látva itt a sapkám nyoma. Ne nyomta a sapka. Na mindegy. Úgyhogy, na milyen hiszed? Te is ebédeltél? Jó. Tudom, hogy ebédeltem, amikor jöttem hozzá, akkor fejezte be. Na jó, úgyhogy ezt a mai videót most lassan én befejezem. Most elmegyek és lezonyozok, aztán megebédelek én is. És nem tudom, mit csinálunk, valószínűleg semmit se. És a Davis megint lázas. Ugye, Nyuszi? Úgyhogy talán most már jobban lesz. Hova mész? Kamerához? De nem látod magad, mert ez a kamera olyan, hogy hogyha ott van, látod, akkor nem látsz semmit magad előtt. Így mond, hello! 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 talán most már jobban lesz. Nem tudom, hogy miért, hogy ez elmúlt egy hónapban, vagy másfélben. Állandóan jobban lesz, és megint valamit elkap. Nem tudom, mindegy, most nincsen oboda, mert szünet van. Hova ugrálunk a kamerához? Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezzük. Előre is mindenkinek boldog új évet! Mit? Ja, látsz engem. Na mindegy, már ennyit. Nektek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Ugye attól fogy, mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Da. Ja, szia!